Na most, remek, még rezegél is ott. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismét egy barangolás Ázsiában videó lesz, ugyanis, hát, még nem tudom már melyik héten volt, két hete, mindegy. Kérdeztelek titeket, hogy mi legyen a következő barangolás, adtam meg négy országot talán, és hát mindenki Japánra, nem mindenki, de a legtöbben Japánra szavaztak, úgyhogy következőnek egy japán könyvet olvastam el. Na most eredetileg amúgy úgy akartam, mint hogy Japánból több könyvet is kinéztem, ami érdekel, és akkor először úgy gondoltam, hogy ezt a 2-3 könyvet egy videóba fogom fölvenni, de aztán rájöttem, hogy egy kihívás miatt minél több különböző országból kéne olvastam, tehát nem tudom, mikor fogok még azt a két japán könyvet kiolvasni, úgyhogy inkább egy könyvről lesz ma szó, és majd, ha kiolvastam a másik kettőt, akkor esetleg hozok még egy rész, csak hogy legyen. No! És hogy mi volt ez a könyv, mert csalnom kell, mert a telefonom kb. Le van merülve tropára, tovább totára, és igen, föl kellett írnom, mert vannak nevek, amiket azért fejből nem tudok mondani. Szóval, a japán könyv, amit olvastam ehhez a barangoláshoz, az az If Cats Disappeared from the World, aminek az a címe magyarul, hogy ha a macskák eltűnnének a világból. Na most megnéztem az írót, csak a magyar címet nem, na mindegy. De azt hiszem ez a magyarul a címe, hogy ha a macskák eltűnnének a világból. És ennek az írója Genki Kawamura. Remélem jól mondom, és nem mondom rosszul az írónak a nevét. Ez a történet egy, hát egy ilyen 200 oldalas könyvről beszélünk, most én hangos könyveztem vele, tehát ez egy 4,5 órás hangos könyv volt. Azért volt jó, mert ez pont egy oda-vissza buszozás volt nekem, mikor mentem el itthonról, tehát pont ki tudtam hallgatni a buszon az egészet. A története ennek a könyvnek az, hogy hát gyakorlatilag egy levelet olvasunk, amit egy férfi, egy 30 éves férfi ír, egy hetét nézzük végig körülbelül, ami alatt néhány dolog eltűnik a világból. Ugyanis kiderül, hogy rákos az a lényeg, és hát ilyen utolsó stádiumos nem sok ideje van hátra, későn vették észre. És miközben ezt az egészet próbálja magában feldolgozni, megjelenik neki az ördög, és ajánl neki egy paktumot, hogy minden egyes nap eltüntet valamit a világból, cserébe kap plusz egy napot az életéből. És emberünk ebbe belemegy, és így végignézünk egy pár napot, hogy mit tüntet el, annak hát annyira nem is, nincs is arról szó, hogy azoknak milyen hatás van, hogy azok eltűntek, bár azért van benne róla szó, de hogy alapvetően a főszereplő is, mert egyébként nincsenek benne nevek, úgyhogy így tök jó. Kivéve az ördögnek azt a nevet adta, hogy Aloha, meg a macska, ami merünk a cabbage, az hogy van magyarul, az a káposzta, ugye? Káposzta a macska. Igen, van benne egy macska. Hát így végignéz az életén, meg így elmélkedések vannak benne. Vannak benne nagyon jó gondolatok. Na most nekem annyira nem jött be ez a könyv egyébként, ami annak tudható be leginkább, hogy én már az alapkoncepcióval kicsit nagyon nem értek egyet. Igazából én nem tudtam, miről fog szólni ez a könyv, de cica, mondom, jó lesz. Japán, cica, biztos érdekes lesz. Nem azt mondom, hogy nem volt érdekes. Érdekes volt, mert tényleg voltak benne jó gondolatok, és a vége felé elég megható is lett, de ami nekem igazából a fő problémám volt, hogy ez a tüntessünk el egy valamit a világból totálisan, azért, hogy egy darab napot kapjunk cserébe, az nekem kicsit ilyen... Hát azért ez nem ér annyit. Jó, tudom, nem haldoklom, szóval nyilván más perspektívában van a dolog helyezve, de hogy azt hiszem, én túl sok olyan sztorit hallottam, meg ismerek már, amiben, hogyha az ördöggel paktáltunk le, annak sose volt jó vége, meg sose volt tehát a végére nem volt jó, de alapvetően az ördög nem volt egy ilyen baromi negatív karakter ebben a könyvben, csak amiket így hirtelennyébe feláldoztak annak az oltárán, hogy egy nappal tovább élhessen, az
szerintem az kicsit ilyen, vagy hát nekem az a része nem tetszett, hogy így olyan dolgokat, ami így nyilván minden embert érint, tehát meg mindent is, szóval az a része nekem rezgett ennél a könyvnél. Igen, de van benne egy ponton egy beszélő macska, úgyhogy cica. Szóval ez így pont annyira nem jött be nekem, ha a harmadjára is elmondom, de vannak benne jó gondolatok. Ettől többet nagyon nem lehet elmondani erről a könyvről, azért, hogy ne spoilerezzek igazából még többet. Igazából ezek se voltak nagy spoilerek, talán a beszélő macska volt a legnagyobb spoiler, de nem mondtam a kontextust. És hogy miért az a címe, hogy ha a macskák eltűnnének a világból, ezt nem fogom elárulni. Ezt mindenkinek magának kell megtudnia. Úgyhogy akkor ezt a könyvet hozom a Barangolás Ázsiában, remélem nem Európában, mondtam az elején, szóval a Barangolás Ázsiában harmadik része volt ez már? Igen, azt hiszem. Japán kiadás. Akkor nagyjából ennyit kell tudni erről, ha a macskák eltűnnének a világból című könyvről. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!